Az Európai Parlament a brüsszeli plenáris ülésen elfogadta az Európai Uniós Migrációs és Menekültügyi Paktum reformjáról szóló új rendelet valamennyi jogalkotási fejezetét. Ezek szerint a tagállamok azáltal vállalnak szolidaritást a migrációs nyomásnak különösen kitett uniós országokkal, hogy azokból áthelyezik területükre azokat a menedékkérőket, akik jogosan részesülhetnek nemzetközi védelemben. Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter a napokban kijelentette, a magyar kormány továbbra sem fogja beengedni a migránsokat. Megkérdeztük az utca emberét arról, hogyan látják, hogyan kezeli a magyar kormány ezt a helyzetet. Hát szerintem jól. Jól kezeli, hogy nem engedi, hogy itt migránsráborok meg bevándorlók legyenek, mikor mennyi pénznek mindent ráfordítottuk, és az Európai Unió nem is még egy fizetéset fizetett talán nekünk azért, hogy így védjük a félünk. Ezt szoktuk meg, ezt a kultúrát, mi ezt szeretnénk. Már ugyan nem is nekünk, mert nekünk már nem sokáig lesz, de az unokáknak, meg a gyerekeknek, azokat féltjük ettől a kultúrától. Megkérdeztük a férfi feleségét is a téma kapcsán, aki szintén nem kér a migránsokból, és ellenzi azt, hogy betelepítsék őket Magyarországra. Én nekem ugyanaz a véleményem, én nem szeretnék kultúrát váltani. Egyáltalán. Nekünk ez a kultúra 1000 éve megfelel, akkor ez nekünk jó. És ha bejönnek, akkor itt, hát látjuk a többi országnál is, hogy mi van. A késelés, a pisztolyozás, a lövészet, a felháborodás, nekünk az a kultúra nem a miénk. Egy utcán megkérdezett férfi és felesége szintén hasonló véleményen van. Elmondták jogos, hogy a magyar kormány kifejezetten ellenzi azt, hogy az országban migráns gettókat hozzanak létre. Menjen mindenki saját hazájába, én így mondom, főképp ők, akik Afrikából jönnének. Tehát nem is az a vallás az övéké, mint a miénk, tehát nem azzal a vallással élnek, más kultúrával rendelkeznek egészen úgy, mint mi, tehát ezek az alapvető. Nyelvet nem ismerik úgy, nem is tudnak hozzászokni, nem is tanulja, meg nem is sajátítja el, tehát... Meg a beilleszkedés náluk az nagyon-nagyon messze áll tőlünk. Mint ami van a németek, az európai emberekhez nagyon messze áll, mert ők abszolút... Példák a németek. Betelepítették, és meg kell nézni, hogy mi folyik ott. A házaspár hölgy tagja hozzátette, hogy itthon biztonságban érzik magukat. Nagyon is bízok ebbe a kormányba, hogy továbbra is így fog bennünket védeni, ahogy eddig. És megtesztek mindent a magyar nép és az itt élő védelmi. Egy másik megkérdezett hölgy elmondta, személyesen is találkozott már migránssal, és nem szívesen emlékszik vissza arra a pillanatra. Nem szeretném, hogy gyere jöjjenek, verekednek meg, mind. Hát például volt olyan, hogy a vonatról jöttem, és akkor jöttek a rendőrök, jaj, szerintem már mi történik itt? És akkor egy migráns volt, el volt bújva. De nagyon csúnya volt az arca, mindenhát. Minden eddiginél nagyobb veszély Magyarországra a migránsok betelepítése. Ez a kormány álláspontja a brüsszeli migrációs paktumról. A magyar emberek bíznak a kormányban, és reménykednek abban, hogy nem létesülnek migráns telepek Magyarországon.